Fiatal és idősebb gazdák tömege töltötte meg csütörtök este a Balkányi Művelődési Ház dísztermét. Több százan voltak kíváncsiak azokra a mezőgazdaságot érintő aktualitásokra, amelyekről az Agrárfórum előadói tájékoztatták őket. Elsőként a Nemzeti Agrárkamara szakmai főigazgató helyettese beszélt arról, hogy körülbelül 2 éve tervezik az őstermelők családi gazdaságok szabályozásának átalakítását. Egy új gazdasági társasági forma létrehozása a mezőgazdasági tevékenységet végzők számára is a tervek között szerepel. Jelenleg ugyanis, mint mondta, a magyar mezőgazdaságban sokszor nem elég átláthatóak a jövedelmek, költségek és bevételek. A banki finanszírozást akarunk szerezni, már pedig erre szükség van, mert a beruházásokhoz szükség van a banki finanszírozásra, ezért ezeket átláthatóbbá kell tenni. Ez az egyik ok, a másik pedig a generációváltás. Ma ez egy nagyon súlyos probléma, hogy nagyon nehéz átadni a mezőgazdasági üzemeket, és azt gondoljuk, hogyha létrehozunk egy ilyen gazdasági társasági formát, amiben létre lehet hozni a családon belüli vagyonközösséget, amit mezőgazdasági üzemnek tekintünk, azt így ebben a formában sokkal könnyebb lesz majd a fiatal. A generációváltás kérdéséről az agrárminiszter is beszélt televíziónknak, aki szerint ösztönözni kell a fiatalokat a gazdálkodóvá váláshoz. Ez ugyanis egy mindinkább idősödő szakma. A nagy kérdés az ma este is, tud-e egy gazda nyugdíjba menni? És ez egy nagyon fontos törvényalkotási feladat, késztetés számunkra, hogy bizony ezeket a lehetőségeket meg tudjuk oldani. Hiszen mégiscsak az erőfogytával, mégiscsak a fiataloknak kell jönni, és azért nehéz, mert ez nem egy szakma, hanem ez egy életforma. Hiszen itt föl kell kelni hajnalba, és még éjfélkor is föl kell lenni, hogyha munka van. A jószágot meg kell letetni karácsony szentnapján is, tehát ez egy egészen más kérdés. Hogy ütemezzük a szabadságot, amikor éppen aratni kell? A kiszámítható gazdálkodás érdekében az oszthatlan közös tulajdonú földbirtokok helyzetének rendezése is egy fontos lépés lenne, amely a Magosz elnöke szerint a rendszerváltás óta egy nagy adósság, de mint híradónak fogalmazott, ez egy körülményes eljárás. A cél, hogy már családon belül segítsék a megállapodást az ilyen földekről, valamint a gazdaság átadást is elősegítsék. Jakab István a Magyarok Kenyere programról is beszélt, amely Kárpát-medencei összefogásként idén is folytatódik. Az első lépés most a vetőmag akció, amit szeretnénk elsősorban Kárpátalja irányában megoldani, megszervezni. Ezt követően jön majd a búzaszentelő, ez most Erdélyben lesz, ezt követően lesz majd az adománygyűjtés, utána a búzaösszöntés, ez Magyarországon, az anyországon belül lesz. Tehát, és az adományozás valószínű, hogy majd délvidék, Vajdaságban lesz. A fórum a szervező NAK megyei elnöke szerint azért volt hasznos a gazdálkodók számára, mert a tavaszi mezőgazdasági munkák megkezdése előtt tájékozódhattak mások mellett a pályázati lehetőségekről, például az öntözési beruházások és szabályozás terén. Több éves öntözési tervezések után, hogy milyen lehetőségek vannak majd a 2020-as évben ezekben az öntözési beruházásokban, az őstermelői, illetve a családi gazdálkodóknak a vállalkozási átalakításával kapcsolatos tájékoztató, vagy bizonytalanság, vagy ki mit vár ettől a lehetőségektől. Az eseményen az agrárminiszter egy új fehértói alma feldolgozó és tároló üzem felépítését is bejelentette. A beruházás mintegy 7,6 milliárd forintból valósulhat meg.